Föld napja. Több szombathelyi óvodában és iskolában bolygónk természeti értékeire hívták fel a gyerekek figyelmét, szemétszedést és környezetvédelmi vetélkedőt is rendeztek. Bűnbakok Vas vármegyében. 32. alkalommal rendezték meg a Vas megyei levéltári napot. Boszorkányok, bűnösök és áldozatok szerepéről is szó esett az előadásokon. Plébánosok találkozója. A helyi gyülekezetek lelki vezetőit látták vendégül a Premontrei gimnáziumban. Az intézmény diákjai zenés műsort adtak. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Szombathelyen több oktatási intézményben is programot szerveztek a Föld napján. Április 22-én minden évben világszerte felhívják a figyelmet bolygónk természeti értékeire, azok védelmének fontosságára. A környezettudatosságra nevelést már egészen fiatal korban el kell kezdeni, mondják a pedagógusok, ezért Szombathelyen több iskolában és óvodában programot rendeztek a Föld napja alkalmából. A Gotthárd iskolában szemetet szedtek a diákok. Ne szemeteljünk, gyűjtsük a szemetet szelektíven, óvjuk a környezetünket, vagy a szemetesbe dobjuk, vagy szelektív hulladékgyűjtőbe. A gyerekek a környékbeli utcákban gyűjtötték az eldobált hulladékot. A Föld napja alkalmával úgy döntöttünk, hogy az iskola környékét megtisztítjuk a felesleges hulladékoktól. Ezért az osztályok külön-külön gyűjtőhelyeket felvállalva utcákat, tereket tisztítanak meg. A Neumann János általános iskolában pedig megrendezték a hagyományos földnapi környezetismereti versenyt. A mai nap a második osztályos gyermekeknek rendezzük, immáron 8. alkalommal a földnapi alkalmából komplex városi versenyünket. A délután folyamán elméleti és gyakorlati feladatok megoldására kerül sor. A szelektív hulladékgyűjtés a földvédelmének fontosságáról szól. A Szűrcsapó óvodába járó gyerekek hulladékokból készítettek tárgyakat, mesefigurákat. Ez jó alkalom volt arra, hogy felelevenítsék a földdel kapcsolatos ismereteiket. Az alkotásokból kiállítás nyílt. Én csináltam egy narciszt. Én csináltam egy tűzoltó állomást. Én csináltam egy gőzöst. Egy krokodil. Egy krokodil, jó legettes autót, meg pingvineket. Május 15-e és 17-e között rendezik meg országszerte az 5. Teszed önkéntes hulladékgyűjtési akciót a Tiszta Magyarországért. Az ebben való részvételi szándékukat a szombathelyiek is jelezhetik a szelektálok.hu/teszed internetes oldalon. Boszorkányok, bűnösök és áldozatok szerepéről esett szó a 32. Vas megyei levéltári napokon. Az 1984-ben útjára indított konferencia sorozat idei előadásait Bűnbakok Vas vármegye 17-től 20. századi történetében címmel rendezte meg az intézmény. A bűnbakok végigkísérik a történelem folyamát, napjainkban pedig az a legnagyobb kérdés, hogyan élhetjük meg a bűnt, hogy közben a lelkiismeretünk is tiszta maradjon. Ezt a kérdést járta körbe előadásában Csepeli György szociálpszichológus a közösségek és az egyének vonatkozásában. Ennek egyetlen megoldása van, hogy kihelyezzük a bűnt, és akire kihelyezzük, akire rátestáljuk, az a bűnbak. Tehát voltak éppen úgy tudunk együtt élni a bűnnel, hogy megszabadulunk és ráterheljük a másikra, azzal viszont nem törődünk, hogy a másik ezt nagyon nehezen viseli el. Az előadások a múlt század közepéig tekintették át a témát. Bűnbakok voltak a boszorkányok is, akik vélt képességeikkel a hiedelem szerint kárt okoztak másoknak, bajt küldtek az emberekre, de fel is tudták oldani azt. Épp a maleficium arról beszél, hogy ráfogják, vélelmezik, hogy ő bizony azért történt a baj, mert ő ártott. Ennek valószínű általában véve előtte szokott lenni egy konfliktusa. Tehát egyfajta társadalmi viszálykodást, villongást lehet tapasztalni az ilyen boszorkányperes anyagok mögött. 1984 óta minden évben más-más témában rendezik meg a Vas megyei levéltári napot. A célja, hogy a szakma mellett a nagy közönség számára is érdekes előadásokat kínáljanak. Azóta hát nem múlt el év anélkül, hogy ebben az intézményben levéltári napra ne került volna sor. Igyekeztünk idén is egy olyan témakört választani, amely a széles vagy szélesebb nagy közönség számára is érdeklődésre tarthat számot.
A vendégeket Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Elővettem szokás szerint a jó kis cucor fogarasimat, rákerestem a bűnbakra, és nem volt, akkor még nem volt bűnbak. Tehát 140 évvel ezelőtt ezt a szót, hogy bűnbak, a magyar nyelv nem ismerte. A konferencián elhangzott témákat hamarosan kötetben is megjelentetik. Készülőben van már az a könyv is, amely a 2009 és 2013 közötti levéltári napok előadásait foglalja össze. Felújítják a ferences templomot. A világ háborús konfliktus zónáiról tartott előadást Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Bolond Ballagás a Szavária szakképzőiskolában csirkét osztott a Karitász. Rövid hírekkel folytatjuk. Tatarozási munkálatok zajlanak a szombathelyi ferences templomban. Megújul a tetőszerkezet, kicserélik a gerendákat, a léceket és a régi cserepeket. A tavaly májusi vihar a templomot is érintette, megrongálódott a bejáratnál lévő kereszt, amelyet most szintén helyrehoznak. A több millió forintos beruházás a szombathelyi egyházmegye támogatásával, illetve pályázati forrásokból valósul meg. A munkálatok várhatóan június közepéig tartanak. A Vas megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége meghívására Szombathelyre érkezett Nógrádi György egyetemi tanár biztonságpolitikai szakértő. Előadásában a világ háborús gócait, konfliktusait tárta fel az arab világtól Ukrajnán át Kínáig, megemlítve a történések gazdasági és politikai vetületeit. Elhangzott, a víz néhány éven belül olyan stratégiai kérdés lesz, mint a fegyver. Európa számára pedig az egyik legnagyobb megoldandó kérdés a menekültek ügye. Kijelentette, a világ komoly morális válságban van, és egy újabb hidegháború felé tart. Magyarországot nem fenyegeti terrorveszély, és nincs napi világháborús veszély sem, mondta Nógrádi György. Hagyományaihoz hűen idén is megrendezte a Szavária szakképző iskola végzős osztályainak Bolond Ballagását. A különleges felvonuláson mintegy 180 végzős diák gyalogosan, jelmezekbe beöltözve, illetve feldíszített autókkal és más járművekkel vett részt felügyelet és rendőri felvezetés mellett. Az iskola épületétől induló és a belvárosi utcákat érintő Bolond Ballagás biztosítását az iskola rendészeti tanulói segítették. A szombathelyi egyházmegyei Karitász összesen 240 élő, hamarosan tojó csirkét osztott ki 20 rászoruló családnak Vásáros Miskén és Kemenes Pálfán. A segélyszervezet tavaly indította el az önellátó családok modelljét, ennek keretében tavaly 400, idén 300 család vetőmagot is kapott. Több mint egy éve működik a helyi termelői piac Szombathelyen. A kezdeményezés jó gyakorlatát a határon túl is megismerhetik. Márciusban ünnepelte egy éves működését a Pannon helyi termékpiac. Minden csütörtökön az MMIK előtti téren egészséges, friss és minőségi termékeket kínálnak az őstermelők és kiskereskedők. A Vas megyei Agrárgazdasági Kamara és a Pannon helyi termékklaszter közös szervezésében megvalósult kezdeményezés céljairól és eddigi tapasztalatairól számoltak be a horvátországi Varast környékéről érkező vendégeknek. Az Őrvidékházat azért is választották rendezvényük helyszínéről, hiszen a határon túli, tehát a történelmi Magyarország határon túli részéről érkeznek vendégek. Voltak már Délvidékről, a Muravidékről, ma Horvátországból, hétvége fele Besztersebányáról érkeznek érdeklődők. A rendezvényen szó volt a helyi kistermelők gazdasági lehetőségeiről, és a vendégek megismerkedhettek az oszkói hegypásztorkör munkájával is. A cél az, hogy az itt már jól bevált gyakorlatokat saját környezetükben is kamatoztathassák. Szeretnék innen a jó példát úgymond hazavenni. Ugye a megye is nagy hangsúlyt fektet, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a kisebbségi önkormányzatokkal. Külön a megyétől is közel minden évben 500 000 forintot támogatjuk a kisebbségi önkormányzatot, azon belül mindenféle rendezvényel próbáljuk őket elhívni, hogy egy közös munkát tudjunk velük folytatni. Az Őrvidékház vezetősége minden határon túli kezdeményezést fontosnak tart. Már szóba került egy a szombathelyi és a horvátországi partnerszervezetek közötti együttműködési megállapodás lehetősége is. Plébánosokat láttak vendégül a Premontrei gimnáziumban. Az intézmény így mondott köszönetet azért, hogy az egyház képviselői a környékbeli falvakban utat mutatnak a továbbtanulás előtt álló gyerekeknek. A diákok zenés műsort állítottak össze.
A környékbeli plébánosokat látta vendégül és ajándékozta meg zenés műsorral a Premontrei Gimnázium. Az iskola főként Vas, Zala és Veszprém megyéből fogadja a diákokat, akik többnyire a helyi gyülekezetek lelki vezetőinek hatására választják tovább tanuláskor a szombathelyi katolikus gimnáziumot. Akik eddig is észrevettétek azt a tehetséget, jó szándékot, jóságot, nyitottságot a gyerekbe, az a klasszikus plébánosi szemben, és irányítottátok, hogy menjetek olyan helyre, ahol ez folytatódik. A Premontrei rend és az intézmény elöljárói hasonló programot szerveztek már az általános iskolai igazgatóknak és a nyelvtanároknak is. Hálájuk jeléül azért, hogy rájuk bízzák korábbi neveltjeiket. E sorozatba illeszkedik a mostani esemény. A plébánosoknak oly módon szeretnénk köszönetet mondani, hogy a tehetségnap keretében a mi diákjaink, az igazán tehetségesek, zenészek bemutatkoznak, énekelnek és előadnak. Ajándék ez a nap. Az iskolában az egész hónap a tehetségekről szól. A Premontreiben fontosnak tartják, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a diákoknak. A műsort Pulai Teréz tanárnő állította össze hangszeres, énekes és verses előadásokból. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség 40 kilométeres kerékpártúrára invitálta a bringázás szerelmeseit. A résztvevők a Vasi megyeszékhelyről indultak, és a Pinka völgyének bejárása után ugyanoda érkeztek vissza. A városi önkormányzat kezdeményezésére nemrégiben 6 kerékpáros túraútvonalat jelöltek ki a Vasi megyeszékhely térségében. Az utakhoz kifejezetten jó minőségű, szép kivitelű térképek és prospektusok is tartoznak. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség vezetői úgy döntöttek, hogy csoportokat szervezve bejárják mind a 6 útvonalat. Természetesen az amatőrökről van szó, hiszen a Szabadidősport Szövetség célja az, hogy azon városlakókat szólítsa meg, akik nem feltétlen szervezett keretek között bringáztak eddig, de most esetleg lehetőség nyílik arra, hogy ne csak egyénileg vagy kisbaráti csoportok, hanem esetleg 5-10-20 ember együtt tegye meg ezeket a távokat. Az első 40 kilométeres túra a fedett uszoda parkolójából indult, és Nárait, Pornóapátit, Vaskeresztest, Felsőcsatárt, Nardát, Toronyt, valamint Sét érintve ugyanoda tért vissza. A hidegszeles idő ellenére a közel 20 fős csoporttal tartott Kocka Tibor alpolgármester is. Úgy gondolom, Szombathely városa most ezekkel a kerékpárutakkal, túraútvonalakkal kapott egy esélyt részben osztrák segítséggel arra, hogy ezeket a túraútvonalakat bejárjuk, megismertessük nem csak az ország, de a nemzetközi kerékpáros turistákkal is. A tervek szerint a következő túrát május végére szervezi meg a Szabadidősport Szövetség. Az már biztos, hogy a Kőszeg felé vezető közel 70 kilométeres kört teszik majd meg, de lesz egy rövidített változat is. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi 7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!